Sziasztok, Matilda vagyok, és a mai videó olyan lesz, ami még nem volt. Mint azt tudjátok, hogyha már követtek egy ideje, hogy minden év elején szoktam ugye összegezni az előző évet egy csomó videón keresztül, és akkor ezek közül az egyik az az, hogy a top 5 kedvenc könyvemet, meg a top 5 legkevésbé kedvenc könyvemet egy videóban listázom így az év elején. De 2021-ben rengeteg könyvet sikerült elolvasnom, amit nem tervezek túlszárnyalni 2022-ben, mert nem hiszem, és így életemben egyszer elolvastam 100 könyvet, ez bőven elég volt. Nem akarom ezt így mindig elérni. De a helyzet az, hogy mivel nagyon sok könyvet olvastam, elég sok nagyon jó könyv is volt közöttük, úgyhogy nem úgy álltam, mint tavaly, amikor nem nagyon tudtam eldönteni, hogy mik legyenek a kedvenceim, mert hogy idén több is volt, mint 5. Tehát én nem tudtam egy... Nem volt nehéz listát állítani össze, na. És... Ezért úgy gondoltam, hogy 2 top 5 kedvences listám lesz. Mégpedig úgy, hogy az egyik a barangolásos szerzőkből fog összeállni. És így ez a mai videó a top 5 kedvenc barangolásos szerzős könyvemet fogja bemutatni. Ha ez így értelmes volt. Tehát a top 5 kedvenc barangolásos könyvemről fogok ma beszélni. Na, ugye mivel a barangolások egy részét ugye hangoskönyvben hallgattam, és nincs meg, ezért 2 darab szerzőt, 2 darab országhoz fogok tudni mutatni könyvet, a többi pedig majd bevágom szépen. A legelső, amit ideálna nagyon-nagyon folytatnom, de hát az már 2022-es téma lesz, ez nem más, mint Tuiti Sutherland-től, aki venezuelai szerző, a Wings of Fire sorozat 5 részt fogok most mutatni, ezeket olvastam, igazából csak 4-et olvastam 21-ben, ez lesz még 20-ban. Hogy én ezt a sorozatot mennyire imádom. Sárkányok, és csak sárkányok vannak benne. Annyira örülök, hogy egyébként idén ennek kijött a magyar fordítás, a Tűzszárnyak sorozat címen, és azt hiszem 2 rész van már kint, de lehet lassan a harmadik is. Olyan gyönyörűek ezek a könyvek. Én ezeket ugye hangos könyvben hallgattam, de hát... kellettek rendesen. Ennek a sztoria nagyjából az, hogy van a sárkányok, vannak a különböző sárkányfajok, és akkor ők össze-vissza harcolnak egymással, és van ilyen, ebben az első 5 részben van egy nagyszabású háború, ahol mindenki állást foglal, és van egy profécia, és ennek a proféciának a sárkányfiókáit követjük, ugye a dragoneteket. És ezeket a kis dragoneteket én nagyon-nagyon imádom, ez az egész sztori fantasztikus volt. Sárkány főszereplők vannak benne, ember elszorva és alacsony rendűként van benne, ugyan gyerekkönyv, de vannak benne nagyon durva jelenetek, már mint hogy így egymás torkának tudnak menni ezek a sárkányok, és Tuiti Sutherland nem csak így megemlíti a dolgokat, hanem le is írja, szóval talán annyira kisgyereknek nem adnám, mint mondjuk az Így neveld a sárkányadatokat. De hogy én szerelmes vagyok ebbe a sztoriba, és imádom, és elvileg majd lesz belőle tévésorozat is, legalábbis olyasmit olvastam, úgyhogy annak nagyon fogok örülni. Nem annyira, mint a Percy Jackson sorozatnak, de nagyon-nagyon. Úgyhogy ebből megvan a második ötös adag is, szóval azt is szeretném majd olvasni, az már más sztori köré fog épülni elvileg, de egyszerűen annyira rajongok jelenleg ezért a sorozatért, imádom, és nagyon jó, és nagyon-nagyon. Az a baj, hogy amikor jó, valamit nagyon szeretek, arról nehezebb beszélni, hogy miért szeretem, mint amikor valami nem tetszett, mert ott meg tudom jobban fogni azt, hogy mi nem tetszett benne, mint amikor valami tetszett, és akkor tényleg csak annyit fogok mondani, hogy de mert fantasztikus volt, és elejétől végéig nagyon elvesztem, tehát hogy vannak ilyenek, de nem tudom. Jó könyvnek kevésbé tudok indokolni, mint rossznál egyébként. De a lényeg, hogy sárkányok, imádom a sárkányokat, és imádtam a szereplőket benne, a sztori is nagyon megfogott, a rejtély is nagyon megfogott, úgyhogy nagyon-nagyon-nagyon jó sorozat. Szóval aki csak teheti, olvassa. Mindig itt reklámozom a sárkányos könyveket, szóval így az Így neved a sárkányodat után ez most az új propaganda. Zsófinak köszönhető, mert ő világosított fel, hogy Spotify-on fönn voltak hangos könyvként. És ott indult el az egész. A következő, amit tudok mutatni, az ukrán szerzőnk Natalia Sherba könyve, mégpedig az Órakulcs, ez ugye az óramágusok sorozat első része, a másik kettőt most nem vettem le, mert eddig igazából ez a rész tetszett legjobban a sorozatból. Ebben
Vasilisát követjük, aki végül is megtudja, hogy vannak ezek az óramágusok, és így belecsöppen egy teljesen új világba. Ugye hasonló, mint egy... Nem azt mondom, hogy hasonló a Harry Potterhez, csak hogyha valaki el tudja képzelni, hogy Harry Potterben is ugye az volt, hogy kiderült róla, hogy van ez a, vannak a varázslók, és oda kerül, és mindenféle új dolgot megismerne, ugye hasonló ez is, vagy mint a Morrigan Crow-ban is ugyanez van. Tehát egy ilyesmi a sztori. Ez is ilyen gyerekkönyvszerűség, mint a Wings of Fire. Ez ilyen gyerekkönyv és ifjúsági határán áll szerintem inkább. És ami ebben különleges, hogy ebben a mágia az az óra mágia. Tehát, hogy az időhöz köthető benne a mágia rendszer, és ilyet igazából én nem sokat láttam még, vagy egyáltalán nem láttam még ilyet, max olyat, hogy az idővel is, vagy idővarázslatot is tudnak végrehajtani. Ez egy 6 részes sorozat, 3 már le van fordítva belőle magyarul, majd jön hamarosan a 4. is. Igazából erről így évvége fele nagyon sokat beszéltem, mert több minden dolog is történt velem. Ennek a sorozatnak a kapcsán ugye volt a barangolás rész hozzá, volt a találkozásunk az írónővel, majd belesz ide linkelve az. Ez a könyv az azért is ilyen nosztalgikusan, vagy hát ilyen szeretettel fordulok, mert hogy így jó emlékeim kapcsolódnak hozzá, szóval lehet ez is benne van a pakliban, de egyébként ez az első rész, ez volt eddig a legizgalmasabb része a kötetnek, a sorozatnak, úgyhogy csak ajánlani tudom ezt is. Aztán a következő kötetünk, amit én irdatlan módon élveztem, az Goldie Moldavskytól volt a Kill the Boy Band, azaz Nyírt ki a bandát, ez megjelent magyarul, ez perui szerzőtől van, és annyira eszement volt ez a könyv, hogy hihetetlen. Én nagyon-nagyon élveztem, egy ilyen rajongói lánycsapatról szól, akik véletlen elrabolják az egyik bandatagot, aztán az a bandatag valahogy hát ő elhalálozik. És mindez egy szállodában történik. És ilyen elég eszement és sötét humorú, azt hiszem, hogy ez címkéként is rajta van, olyan én hihetetlen módon imádtam hallgatni, de ennek is nagyon jó narrátora volt igazából. Egy hangos könyvnél nagyon sokat számít egy jó narrátor. Ezt már megtanultam. Én nagyon jókat röhögtem ezen, vagy így mosolyogtam magamban inkább. Ez lehet az is hozzá kapcsolódik, hogy én ezt a Stage Dive sorozatot elolvastam, amit ugye, mint tudjuk, hogy nagyon-nagyon szerettem, és igen, ez olyan felüdülés volt, hogy végre nem rajongtunk a banda iránt, hanem véletlen ki rajongtuk, és az egyik meghalt. Véletlen. Szóval, hát igen, ez egy nagyon jó könyv volt, úgyhogy ez biztos, hogy benne van a top 5 kedvenc idei barangolásomban, vagy 2021-es barangolásomban, mert hát én nagyon-nagyon élveztem, meg igazából szerintem tök jól meg volt írva, úgyhogy jó volt a sztorina. Meg ilyen, az ilyen fanatikus kislány, vagy tehát a fandom, fanatikus embereknek így a kifigurázása is egyben ez a kötet. Szóval jó volt, nagyon jó volt. A 4. könyv ezen a listán az a The Beautiful Ones, Silvia Moreno Garciától. Ő volt az utolsó barangolás, amit idén olvastam, és az egyik legjobb volt szintén, ugye ő mexikói szerző, és ez egy ilyen történelmi fikció, egy icipici fantazival dúsítva, illetve ez romantikus történelmi fikció, tehát hogy úgy pontos romantikus történelmi fikció, egy kis fantazival, mivel hogy telekinetikus képessége van két szereplőnek benne, és akkor ez a fantazi része. Ez egy nagyon-nagyon szépen megírt könyv volt, hangos könyvben hallgattam, de nagyon szépen is olvasták fel, imádtam a felolvasó embernek ezt a sejmes susorgó hangját, vagy nem tudom, hogy írjam le igazából, de hogy nagyon, nagyon élveztem hallgatni. Nagyon érdekes volt a történet. Egy ponton annyira így a szakadék szélén ültem, hogy mi fog történni már, hogy majd így épp nagyon nehéz volt visszatartanom magam attól, hogy belepörgessek a hangos könyvbe, mert hogy utána nem találtam volna meg, hogy hol tartottam. Szóval igen, ez egy nagyon jó élmény volt, és olyan szempontból könnyed, hogy ugye romantikus, tehát egy bár nagyon sok kimenetele lehetett volna a sztorinak, de hogy szerencsére a happy endet választotta az írónő, úgyhogy így elégedett voltam én is a végén. De tetszett, hogy ez a történelmi regény, de hogy kicsit ilyen fantasztikum is volt benne,
a szerelmi szám, meg az ármánykodás is jó volt, és egyébként igazából ebben technikailag egy szerelmi háromszög van, amit én személy szerint rühellek, de ebbe jól volt megírva. Szóval ez is bizonyítja, hogy minden eladható, csak jól kell megírni. És ez jól volt megírva, mert nem az a fajta szerelmi szál van benne, hogy így van a fősz, van egy szereplő, aki így, jaj, ő is tetszik nekem, és jaj, de szerelmes vagyok, és van a másik szereplő, hogy jaj, de hát ő is, és úristen, nem tudom, kit válasszak. Szóval ez nem ilyen. Nem ilyen, mint az ilyen tini szerelmi háromszöges könyvek, amiket én eddig olvastam, hanem ez jól van megírva. Szóval jóvá hagytam jelen pillanatban egy szerelmi háromszöges könyvet, úgyhogy ez már elárul valamit erről a történetről. Egyébként mindegyikről linkelni fogom szerintem a barangolás részt, az lesz a legegyszerűbb, mert hogy nyilván ezekről beszéltem külön-külön videókban, de így akkor egyben is. Szóval egyébként egy ilyen Franciaország-szerű helyen játszódik szerintem, mert hogy ilyen franciás nevek és helyszínek voltak benne, de szerintem az egész ilyen kitalált valamennyire, tehát hogy nem konkrét történelmi helyen és korban játszódik, hanem ilyen kitaláltban, de olyan környezetben. Ha ez így értelmes, nem tudom, ennek biztos van valami címkéje, de nem tudom mi az, úgyhogy... A lényeg, hogy jó volt, engem attól tovább nem nagyon szoktak érdekelni a dolgok, mint hogy elvesztem, vagy nem elvesztem. Én egyszerű ember vagyok. És akkor az utolsó könyv, amit erre a listára betettem, az Nnedi Okorafortól volt a Remote Control, ami eszti propaganda volt. Bár olvastam volna az írónőtől, csak nem ezt a könyvet, és ő ugye nigériai szerző. Ezt most ide fogom hozni, tőle megvan már az Akata Boszorkány, ezt Tamarától kaptam a 21-es BookTube Secret szantán. Úgyhogy majd ezt is el fogom olvasni, de 21-ben így a Remote Control-t olvastam, ami arról szól, hogy kisregény, Nnedi Okorafornak ilyen kisregényei vannak, de viszont nagyon ütősen ír, nagyon szépen ír ő is. Hangos könyvben kicsit nehezíti a dolgot, amikor nagyon akcentusosan olvas föl a felolvasó, és akkor így ülök, hogy te pörzs, egy szót se értettem, de ezt szerencsére csak párbeszédeknél csinálta. Csak. Na mindegy, de egyébként megint nagyon jó könyv volt. A sztori az, hogy nevekre már nem emlékszem, úgyhogy azt tudom, hogy Sankofának hívták utána benne a kislányt, miután a halálnak az adoptált lánya lett. Igazából annyi, hogy talált egy ilyen kis magocskát, és utána zöld fényjel ragyogott, és így ennyivel meg tudott ölni minden élőlényt, ami a közelében volt, vagy akire irányította. És így igazából arról szólt ez a kis 4-4,5 órás hangos könyv, hogy ő így próbálta megtalálni ezt a magot, és rájönni, hogy ez így mi történt, miért történt, hogy mit, tehát így próbálja így feldolgozni ezt az egészet, hogy végül is ő egy ilyen pusztító emberke lett. Ez így kicsit ilyen könnyednek hangzik, nem annyira könnyed maga a könyv. Érdekes. Úgyhogy Nnedi Okorafort csak ajánlani tudom. És ami kifejezetten jó a Remote Control-ben, mert hogy a Halál megvetőt szerettem volna olvasni tőle, de az a kardomba dőlök tőle típusú sztori, tehát hogy ez a lehoz az életről. És akkor mondta nekem ezt, hogy olvassam el a Remote Control-t, vagy ezt, de a Remote Control fönn volt scripten, mert azt mondta, hogy attól nem dőlök a kardomba. Ugyanúgy jó, csak nem tőlök a kardomba, és ugyanúgy nigériai szerző, úgyhogy mondtam, hogy ezt ti meggyőztél engem. Úgyhogy igen, és nagyon szép a borítója egyébként. Szóval ez lett volna a top 5 barangolós könyvem 2021-ből. Most így a script révén szerintem be fogom tudni vezetni azt, hogy ilyet csináljak évente. Majd meglátjuk, de idén tényleg nagyon sok barangolós könyvet olvastam. Nagyon sok barangolós videóm is volt idén. Úgyhogy ezért döntöttem úgy, hogy akkor így 5-5 legyen, és akkor 5 könyvet kifejezetten a barangolásokból tudtam így választani, és így nem kellett választanom, hogy a top 5-ben mi legyen, mert itt top 10-en van gyakorlatilag, csak 2 videóra bontva. Kommentben írjátok meg, hogy nektek volt-e, és mi volt az a könyv, vagy könyvek, amiket így
más nemzetiségű szerzőtől olvastatok, nem amcsi és nem angol, mert abból nyilván szerintem mindenki olvas, és nem magyar. Ami nagyon tetszett, vagy akár kedvenc lett, mert kíváncsi vagyok, és barangoláshoz mindig szívesen veszek könyvajánlásokat is, úgyhogy ezeket írjátok meg. És köszönöm, hogy megnéztétek a videómat, hogyha tetszett, nyomjatok egy like gombot, és iratkozzatok fel a csatornára. Sziasztok, viszlát a következő alkalommal!